Alig néhány héttel a korábbi eset után ismét megszólalt a szolnoki Hetényi Géza Kórház babamentő inkubátorának jelző csengője. Ezúttal is egy kisfiút helyeztek el benne. Amint dr. Retkes Tamás, a csecsemő és gyermekosztály vezető főorvosa elmondta, egy a vizsgálatok alapján 34-35 hétre született, koraszülött babát találtak az inkubátorban. 20 óra 20 perckor jelzett a babamentő inkubátor a portás fülkénél. Ő azonnal értesítette az ügyeletes, intenzívre ügyelő neonatológus szakorvost, akik lejöttek a nővérekkel együtt, és itt találtak egy egészséges, 2 kg 6 dekás koraszülött kisfiút jó állapotba. Nem volt lehűlve, a köldökcsonk kezdett már leszáradni, ami arra utalt, hogy nem aznap születhetett, de külsőleg fejlődési rendellenesség, egyéb eltérés nem látszott, úgyhogy fölvitték a koraszülött intenzív osztályra, inkubátorba helyezték, megkezdték a táplálását, amelyet infúzióadásával egészítettek ki, nehogy leessen a vércukra. A laborvizsgálatokat elvégezték, amely alapján kizárható volt, hogy egy vele született fertőzése lenne, ami azért nagy dolog, mert 40%-ában a koraszüléseknek fertőzés indul, és légzészavara sem volt. Ezután levették a vérvételeket a fertőző betegségek irányába, hiszen szűrésről nincs eredményünk, a mágyulladás B-vírusát és a vérbajt kell ilyenkor haladéktanul elküldeni mintára, és védőoltásba részesítették a mágyulladás B vírusa ellen a kisbabát. A jó egészségi állapotú kisfiúról szülei megfelelően gondoskodtak, felöltöztették, meleg takaróba burkolták. Az anya személye, a szülés helye körülményei ismeretlenek. Az újszülöttet a kórház munkatársai ellátták és Máténak nevezték el. Egy életre adnak esélyt a kisbabáknak, hiszen mindig lesznek olyan örökbefogadó szülők, akik szeretettel fölnevelik, a válsághelyzetben levő szülő pedig érezheti, hogy gondoskodni fog valaki a gyermekéről. A kórház megkezdte a hivatalos gyámügyi eljárást annak érdekében, hogy a gyermek sorsa mielőbb megnyugtató módon rendeződjön.